valamilyen szempontból megpróbálom folytatni a tegnapi felvételt, és akkor ez lesz a 999. előadás, 6 év során, 2017. májusában indultak el ezek a felvételek, tehát értelemszerűen, a következő már az ezredik lesz, még nem tudom, hogy miről szól. Tegnap a jelenésről beszéltem, ugyanis azt érzem, hogy itt az idő, és fel kell készülni egy teljesen újfajta érára, korszakra, ugyanakkor állapotra. Persze azt is gondolom, hogy már nagyon régóta készülődünk, nagyon régóta várjuk az új édeni állapot létrejöttét, illetve hát arról kell beszélni, hogy ez nem csupán várakozásról szól, hanem arról, hogy az ember mennyiben válik vagy vált. Cselekvő lényé. 10-12 év után újra elővettem azt a könyvet, ami a jelenések könyvét, iratát, kinyilatkoztatásait tartalmazza, és elkezdtem újra elemezni, mert igen, én is azt érzem, hogy most egy nagyon erős átmenetben vagyunk, de az is lehet, hogy ez az átmenet, mint olyan, most már szépen le fog csengeni, és helyette nagyon sok minden meg fog szilárdulni, amire vágyunk, és tulajdonképpen amit ez a rendszer is szeretne létrehozni, vagyis egy magasabb szintű szellemi minta, ugye én erről a mintáról igen sokat szoktam beszélni. Tegnap azt pedzegettem, hogy vajon hogyan lehet, vagy lehetne megjeleníteni Istent, az Isteni mintát itt a Földön, hogy biztos, hogy az -e a cél, hogy ezeket az energiákat ide lesegítsük, vagy pedig, pont fordítva kellene működni, és az lenne a feladat, hogy a földi létezést inkább feljebb segítsük, felemeljük az itteni szinteket azért, hogy elérjük ezt a nagyon édeni és mesteri állapotot. Hát igazából az a válaszom erre, hogy is is. Tehát, hogy mindkét fajta változatra nagyon nagy szükség van, de főleg arra, hogy teljesen másfajta energiák működjenek, földön, hogy sokkal magasabb szintű változatokról beszéljünk. Ugyanakkor nagyon fontos szerintem a tisztítás, vagy a tisztaság elérése, mert rengeteg negatív energia gyűrűzödött be. Nagyon régóta élünk egy ilyen változatban. Éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy magasabb rezgés szintek, frekvenciák fogalmazódjanak meg, hogy elérjünk egy olyan makulátlan állapotot, amit, ahogy mondtam, szerintem ez a magasabb szintű rendszer is szeretnék kialakítani. Igazából szerintem én főleg arról beszéltem az elmúlt előadások kapcsán, hogy ezt a fajta minőséget hogyan lehetne kialakítani. Nagyon sok mindenben egyeznek az én előadásaim, gondolataim azokkal a kinyilatkoztatásokkal, amelyeket ugye különböző szentíratokban lehet olvasni. Én úgy érzem, hogy folyamatosan én is megkaptam és kapom ezeket a gondolatokat, tételeket, nyilván azért, hogy átadjam őket, és hogy valahogyan tudjak segíteni, ugyanakkor hitet adni. Igen, hát pont ma olvastam arról, hogy mennyire fontos a hit, Megtartása és megszilárdítása. Mert különben nem is nagyon lehet átvészelni ezt a korszakot. Nevezzük úgy, hogy Kali-juga, ugye, hát ezt így hívják, az ördög kora, ahol, ahogyan mondtam, rengeteg negatív energia fogalmazódik meg, de arról is lehet olvasni, és nem csak a Bibliában, hanem például a védákban is, hogy ennek a sötét rendszernek most már hamarosan vége és egy hatalmas nagy pusztulás, pusztítás következik be, ami által nagyon sok minden eltűnik erről a bolygóról, és azok maradnak meg, akik az igazság útján, ösvényén járnak. Magyarán a jelenés, a megjelenés, vagy mondjuk azt, hogy az isteni erők lehozatala, vagy megnyilvánulása nagyon közel van Nyilván nem véletlenül foglalkozom most még intenzívebben ezzel a témával, mert ugye néhány nappal ezelőtt megéreztem azt, hogy itt az idő, és hogy újra elő kell venni ezeket a tanokat, és meg kell nézni azt, hogy miről szólnak, hogy hol tartunk, és hogy még milyen események állnak előttünk. Ugyanis ez egy nagyon fontos szellemi terv és annak a részei, amiről ugye én is beszélek, és amiről olvashatunk sok helyen, és ezek tényleg valóban úgy valósulnak meg a Földön, mint ahogyan ezeket a tényeket lejegyezték, és ami által tulajdonképpen én is megjelenítem ezeket a felvételeket, gondolatokat. Nagyon sok kérdést tettem fel a tegnapi felvétel kapcsán, de főleg azt, hogy ezt a magasabb szintű rendszert vagy minőséget hogyan kell kialakítani, vagy maga a várakozás, mint olyan, hogyan zajlik, vagy mondjuk azt, hogy hogyan kell vendégül látni ezeket az energiákat, nevezhetjük úgy is, hogy Isten, vagy Isteni minta, mit kell ahhoz megtenni, hogy ez a mondjuk azt, hogy sablon, vagy szellemi minta valóban elültetődjön, és hogy a földi ugye, létállapotokból a nagyon sok negatív energiákkal teli területből varázsoljunk egy paradicsomi édeni mintát, egy sokkal magasabb és tisztább energetikai rendszer által, ahol már valószínű, hogy sokkal több pozitív energia él majd, és magasabb rezgés szinten lesz majd a Földnek a saját frekvenciája is. Tehát azt is elmondtam, igen, hogy mindenképpen rezgés szinteket kell emelni, és hogyha elérünk egy olyan frekvenciát, akkor lehet, hogy valóban megjelenik az Isteni rendszer, és akkor minden totálisan átalakul, de ahhoz előtte ugye a negatív energiákat be kell dönteni, vagy felül kell írni, például így hogy ne legyenek visszahúzó erők, olyanok, amelyek ugye nagyon sok mindent megsemmisítenek, és amelyek valamilyen szempontból fogva tartják az emberiséget, és hát nagyon erősen ugye manipulálnak, megvezetnek, félrevezetnek. Tudjuk azt, hogy ma egy nagyon erős anyagelvűség van sajnos, és azt is tudjuk, hogy nagyon sokan ugye ezt a fajta mintát követik. Ez azért nem jó, mert ők nem, nem fognak tudni átkerülni, nem fognak tudni ebben a magasabb szintű szellemi mintában vagy általában létezni. Én azt gondolom, hogy ennek a nagyon erős anyagelvűségnek is el kell tűnnie, és helyette szellemi tanokat kell majd ö, sok helyen megnyilvánítani. Tehát ezekkel a tételekkel kell majd élni és táplálkozni. Miképpen már most is sokan ezt teszik, és szerintem ők járnak jól. Ugye én nagyon sokat beszélek a szerzetesekről, a szerzetesi létmódról, állapotról, mert én egyre inkább abban hiszek, hogy egy ilyenfajta minőséget kell választani, és el kell kötelezni saját magunkat eme irányba, mert ugye mondtam, különben szerintem nem lehet ezt a mostani korszakot ugye átvészelni, és nem is lehet ugye átkerülni abba a magasabb szintű minőségbe, amiről én olyan régóta beszélek. Tehát a szerzetesek mindenképpen ugye Isten mellett kötelezték el saját munkat, és ők ilyen tételekkel fognak, foglalkoznak, ami által nyilván, hogy emelkedik a rezgés szint, a saját frekvencia sokkal közelebb kerülnek ehhez az állapothoz, és ugye ők már nem egóból vagy ego által működnek, mint ahogyan ma nagyon sokan, hanem az önvalóból, az egyetemes abszolútumból is merítenek, vagy hát szerintem főleg onnan, hogyha elérték ezt a minőséget, és nyilván, hogy ez teljesen másfajta létmódot kér, mint a mai anyagelvűség, és az, hogyha az ember ugye az egója által cselekszik. De ahogy mondtam, nyilván, hogy ma főleg inkább ezt a területet szolgálják ki, a látszat miatt és a külsőség miatt, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezektől a külső elemektől megváljunk, elinduljunk egy másik úton, bár szerintem ezt már réges -rég meg kellett tenni, és hogy sokkal szerényebben, alázatosabban éljünk, mert szerintem az alázat fog bennünket kiemelni ebből a nagyon vészterhes korszakból, és hogyha valaki nem érte el ezt a szintet, és nem vált alázatossá, ő szerintem nem fog tudni, mit kezdeni majd a későbbi helyzetekkel, amelyek szerintem már nagyon közel vannak. Én azt gondolom, hogy ez a váltás most már hamarosan, totálisan megtörténik és kialakul. Tehát én azt gondolom, igen, hogy mindenképpen beszélni kell most már a nagybetűs jelenésről. Persze, hogy mondtam, jó kérdés, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ez a rendszer valóban meg tudjon itt jelenni a Földön, ilyen helyzetek és állapotok között, és akkor ezt valamilyen szempontból összehasonlítottam azzal, hogy milyen az, amikor az ember mondjuk egy másik embert, lényt lát vendégül, hogy akkor milyen előkészületek szükségesek, és milyen előkészületek kellenek ahhoz, hogy az aranykori mintát vendégül lássuk, vagy mondjuk azt, hogy nem is vendégül, hanem hogy ez a minta örökre itt maradjon, hogy most már az aranykor, mint olyan százszerzalékosan és tökéletesen megszilárduljon itt a Földön, úgyhogy soha ne induljon be újra a hanyatlás, és hogy a negatív erők ne tudjanak újra begyűrűzni. Tehát szerintem mindenképpen ezt kell vizsgálni. Ugyanakkor el kell jutni a megüdvözülésig, és akkor azt is felvetettem tegnap, hogy nem biztos, hogy csak a Földön fizikális változatban vannak különböző utak, hanem az is lehet, hogy az isteni minőségben is, vagyis benne. Tehát ezeket az utakat is vizsgálni kell, mert nem biztos az, hogy a megüdvözülés után rögtön egy olyan állapotba kerülünk, amikor már nincs más teendő nem biztos, hogy az a tökéletes megérkezettségről szól, szerintem egy alap szintről, és még utána is nagyon sok feladat van, és az is lehet, amit mondtam, hogy még Istenben is nagyon sokféle ágazó út van, és mindig olyan utakat fogunk választani, mindig arra indulunk el, amilyen lelkülettel, beállítottsággal, hitrendszerrel, szemlélettel, tudatállapottal, személyiséggel működünk, de hogyha ez nem fejlett és nem teljesen tökéletes, akkor ismételten tévutakra térünk, ami nem jó, mert akkor újra kezdhetjük ezt az egészet, és akkor soha nem érjük el a célt, ami nem más, ugye, mint az Isten éni rendszer kialakítása, amihez nagyon tiszta, makulátlan energiák szükségesek, és az, hogy én a Földön mindent elsajátítsak, mindent megtanuljak, és hogy a főfő -fő erények kapcsán mindenből ugye csillagos ötösre vizsgázzak, főleg a rendszer előtt, és hogy ez a magasabb szintű minta hagyja jóvá az én érkezésemet, tehát lehet, hogy ha a jelenésről beszélünk, akkor inkább azt kell elmondani, hogy, hogy az a legfontosabb, hogy mi jelenjünk meg ebben a rendszerben. Nekünk kell megjelenni, nem mindegy, hogy hogyan. És lehet, hogy akkor fogjuk tudni kialakítani a totális harmóniát és egységet, mert az még mindig nagyon jó kérdés, hogy Istent vagy ezt a rendszert, ezeket a nagyon magas szintű energiákat valóban, meg tudjuk-e itt jeleníteni, honosítani, szilárdítani, hogy valóban paradicsomi létállapot legyen a Földön, hogy elbírja-e ezt a fizikum, az anyag, vagy sem, vagy ez az egész egy magasabb szintű szellemi mintában valósul meg, ahová mi is igyekszünk, főleg akkor, hogyha felismertük a missziónkat, a feladatunkat, a vállalásunkat, és nem tértünk le eme útról, úgyhogy szerintem ma is... Sok mindent kell körüljárni. Én úgy érzem, hogy az elvűséget mindenképpen hátra kell hagyni, mert ez a magasabb szintű rendszer már egyáltalán nem ezt fogja képezni, és nem is ezt várja el. És ebben a minőségben az elvűség mint olyan, már nem is lesz megvalósítható, mert ugye ott nem ez a cél. Tehát nagyon sokat kell fejlődnie szerintem az embernek, és hát itt lehet, mert rengeteg súlyzó van, de hogyan látjuk ez a fejlődés, ez nem igazán akar létrejönni sok helyen, hát tisztelet a kivételnek. Viszont ahogy mondtam, akik már nagyon régóta gyakorolják például a lemondást, és akik sokkal alázatosabban, szerényebben élnek, ők egyrészt értik azt, hogy miről beszélek, másrészt pedig szerintem ők sokkal közelebb vannak, hát akár Istenhez, ehhez a rendszerhez, vagy azt is mondhatjuk, hogy az önvalóhoz. És biztos, hogy már nem egóból vagy ego által működnek. Különbséget kell tenni szerintem, nagyon fontos, mert teljesen másról szól az ego kiszolgálása. Mint az, amikor arról beszélünk, hogy milyen az, amikor az önvaló által működünk, és ezt a fajta rendszert szeretnénk szolgálni. És igen, akkor beszéljünk a várakozásról, a vendéglátásról, és arról, hogy milyen az, hogyha egyfajta érkezés vagy jelenés valósul meg. Ahogyan elmondtam tegnap, hogyha az ember kék, másokat várnak, más embereket látnak vendégül, akkor főleg a külsőség fog dominálni. Miért? Azért, mert látszatvilág van. És szerintem ez mindig is így volt. Bármelyik korszakot vizsgáljuk. Tehát az emberek meg akarják azt mutatni, hogy miük van kívül. Hogy mennyi mindennel tudták saját magukat körülvenni, hogy anyagilag hogyan tudtak gyarapodni, és ugye nagyon sokan szégyellik azt, hogyha anyagilag nincs semmiük, vagy nagyon kevés dologgal rendelkeznek, vagy nagyon puritán környezetben élnek. Hát jó kérdés, hogy ezt az ember mint olyan miért szégyelli. Miért szégyeljük azt, hogyha nincs pénzünk, vagy ha nincsenek modern berendezéseink, ez azért van, amit mondtam, mert sajnos egy olyan fajta minta ültetődött el a Földön, hogy az ego által kell itt működni, és nem a szintiszta önvalónk által, ami igazából, azt is mondhatnám, hogy anyagilag egy nagyon puritán rendszer. Anyagilag. De szellemileg viszont nagyon gazdag. Én azt vettem észre, hogy akik nagyon sok ilyen anyagi dologgal rendelkeznek, és állandóan csak a külső behatásokat hajtják, ők szellemileg nem igazán gyarapodnak, mert ez a kétféle aspektus, kizárja egymást. Tehát vagy az egyiket választom, vagy a másikat. Szerintem a kettő együtt nem igazán megy, én legalábbis még nem találkoztam olyan emberrel, aki mondjuk a szintiszta önvalójából merítene, és mondjuk ilyen tételekkel foglalkozna 20-30 éve, és közben pedig mondjuk milliárdos lenne, és kényelemben, luxusban élne. Tehát, ahogy mondtam, egyrészt a kényelem, mint olyan, az egyáltalán nem szolgálja a fejlődést, és hogyha így élünk, akkor nem is indulunk el az önvaló kaminón, egy másik úton, nem is akarjuk elérni ezt a magasabb szintű szellemi rendszert, mivel az anyag, mint olyan, annyira megmásít, és annyira elvonja a figyelmet. Hát nagyon nem mindegy, hogy a figyelmet, a fókuszt hova helyezzem. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy milyen az emberek közti úgymond jelenés, megjelenés, akkor azt kell elmondani, igen, hogy főleg az ego fog működni, dominálni, egy alacsonyabb tudatszintű állapot, vagy tudatalattiság, és alacsony rezgés szintek valósulnak meg. Kialakul a versenyszellem, kialakul a hierarchia, és hát nagyon sok olyan dologgal foglalkoznak eképpen, Amire igazából nincs szükség. Tehát itt mindenképpen a külsőség dominál, a látszat és az önmutogatás. Beszélni kell a szerzetesek életéről, akik ugye nagyon nem így működnek, mert ők egy sokkal úgymond puritánabb létállapotot választottak külsőségekben fizikálisan. Tehát én azt gondolom, hogy az is te éni rendszert, minőséget, mintát csak egy ilyenfajta változatban lehet megjeleníteni, akkor, hogyha az anyag totálisan háttérbe szorul, nagyon sokat kell tisztítani gondolatilag, a régi hitrendszereket le kell pakolni, amelyek már nem szolgálnak, és alázatosan kell működni, elvonulva, csendben, elmélyülésben, ami hát biztos, hogy nem a külsőségekről, a nagyzolásról fog szólni. Tehát, hogyha mi szeretnénk a Földön az isteni mintát, rendszert elültetni, vagy hogyha azt szeretnénk, hogy ez a fajta minőség itt is megjelenjen, akkor szerintem mindenképpen így kell cselekedni. De mivel ma anyagelvűség van, és minden, szinte minden a külsőségről, a látszatról szól, ezért nyilván, hogy ezek az energiák nem is tudnak itt elültetődni, vagy egyáltalán nem akarnak ugye itt megérkezni. Na most mi van akkor, hogyha ez a rendszer mégis úgy dönt, hogy, hogy megnyilvánul, megjelenik, és ezek a nagyon Magas szintű rezgések, energiák valahogyan meghonosodnak. És akkor jó kérdés, hogy itt pontosan hány hercről kell beszélni. Szerintem minimum 500-ról, de mehetünk magasabb szintekre is. Na most, hogyha ezek az energiák az alacsonyabb rendű bolygón, Földön valahogyan megnyilvánulnak, akkor, ahogyan mondtam, az anyag automatikusan be fog dőlni, mert az anyagrezgés szintje nagyon alacsonyan van. Tehát én azt gondolom, és most lehet, hogy furcsát fogok mondani, hogy Isten eddig azért nem jelent meg a Földön, mert az itteni emberek és a viszonyok nem is bírnák el. Ugyanis szerintem Istennek, vagy ennek a rendszernek nagyon kemény és erős tömény, a súlya. Tehát igen, arról is beszélni kell, vagy azt is meg kell kérdezni, hogy például Istennek milyen a súlya, hogy mennyire súlyos az a rendszer. Persze nem uh, kilogramra, tehát uh, ezt nem így kell érteni, hanem energetikailag. Na most szerintem nagyon erős, tehát én azt gondolom, hogy a földi létezés kapcsán azért nem kellett még erről beszélni, mert uh, lehet, hogy még soha nem voltak olyan korszakok, amelyek során az itteni emberek, az anyagba ragadt emberek elbírták volna ezt a súlyt. Vagy akár a fényt. Hát arról is beszélni kell, igen. Tehát, hogy valószínű, hogy ennek a rendszernek nagyon erős a fénye is, amit szintén nem biztos, hogy elbírunk, nem tudunk kezelni. Hogyha az emberek rezgés szintje még nagyon alacsonyan van, meg a tudatállapota is, ami így igaz, főleg napjainkban, akkor a magasabb szintű, energiákat és rezgéseket nem fogják elbírni, megeleve a test sem bírja el, és ahogyan mondtam, az anyag sem, az anyagi világ sem. De ugye ma tömegtermelés van, ma mindenből százmilliót akarnak, és, és elárasztották ezt a bolygót haszontalan anyagi dolgokkal, ami totál túlteng, tehát ide nem tudnak ezek az energiák megérkezni. Most ugye mégis arról beszéltem, hogy én azt érzem, hogy, hogy közel van a csúcspont, de lehet, hogy ez nem globálisan igaz, lehet, hogy nem mindenkire, tehát lehet, hogy azért érzem én ezt, mert én ugye húsz éve haladok egy ilyen úton, a kiüresedés útján, és húsz év alatt én nagyon sok mindentől váltam, meg igazából én már majdnem mindent letettem. Mindent letettem, ami, ami nem szolgálja ezt az átállást. Tehát lehet, hogy ezért érzem azt, mert saját magamat érzem valamilyen szempontból megérkezettnek, de, de én ugye mindig kitekintek, és azt is megvizsgálom, hogy, hogy globálisan hol tartunk. Én úgy gondolom, hogy most már ezek az energiák, ezek a magas szintű energiák hamarosan majd láttatják önmagukat, de akkor biztos, hogy nagyon sok minden be fog dőlni. És ugye persze az is nagyon jó kérdés, hogy hány ember vagy lélek marad, vagy maradhat itt az átalakított bolygón területen. Hát erről sokan írnak, sok helyen lehet arról olvasni. Hogy sokkal kevesebb emberi lény lesz a Földön, és csak azok maradnak meg, akik megigazulnak és átállnak, és ezt a mintát követik. Hogyha elolvassuk a jelenések könyvét, vagy belőle, belőle különböző részleteket, akkor igazából ott is ugyanezt írják, hogy, hogy alázatosságban kell nagyon fejlett szinten lenni és az isteni mintát kell szolgálni, ezekkel a tételekkel kell ugye foglalkozni napestig, mindig, mert ezek emelnek rezgésszintet, ezáltal érünk el egy magasabb szintű minőséget, és hogyha ez megvan, akkor nyilván, hogy, hogy könnyebben átállunk, és könnyebben vesszük majd. Hát azt is mondhatnám, hogy ezeket a, nagyon súlyos, erős, igen, mondjuk inkább azt, hogy erős behatásokat. Tehát szerintem Isten, mint olyan, azért nem jelent meg eddig, mert nem voltak, meg, nem voltak még ilyen alkalmak. Persze, ugye ezt nem szó szerint kell érteni, hiszen elmondtam azt, hogy ő nem bekopog majd az zajton, és nem fog alakot váltani. Mert ez egy rendszer, ez egy energetikai rendszer. Ahogy mondtam, itt főként energiákat kell vizsgálni. Meg kell nézni azt, hogy a bolygó most hol tart. Hát ott tart, hogy, hogy 7,83 Hz volt a rezgés szintje, ami nagyon alacsony. Szerintem most maximum olyan 60 Hz-nél tartunk, de szerintem az isteni minőség, vagy rendszer, de beszéljünk akár a makulátlan szeretet állapotáról, az 500 Hz. Na most akkor nézzük meg a különbséget. Na most mi van akkor, hogy mi lenne akkor, hogyha ez a magas rendszer, ez a frekvencia ide úgymond lesne, hogy mit csinálna az 500 Hz a 7,83-mal? Hát nyilván, hogy felülírná, nem? Na de ahogy mondtam, ezt a ezt a nagyfokú különbséget, ez bírni kell. Amire lehet, hogy eddig az emberiség még nem volt felkészülve, és éppen ezért sem lehetett megjeleníteni, megnyilvánítani a nagybetűs rendet, az egypólust, és a makulátlan, mondjuk azt, hogy békeállapotát. Meg eleve ugye nagyon sok a kibillenés, tehát maga a harmónia sem tud itt létrejönni, mivel dualitás van, és nem tudjuk ezeket a szétszórt ügyeket egybe rendezni, mert nem is erről tanulunk. Tehát nem arról tanulunk, hogy hogyan lehetne egységesíteni, hanem arról tanulunk mindenhol, hogy hogyan lehet különbségeket generálni, mert mindenhol versenyszellem van, mert mindenhol azt mondják, hogy te akkor vagy jó és sikeres, ha első helyre. Töröd önmagadat, és mindenki mást magad mögé utasítasz. Hát ez nem az egységről, vagy az egységesítésről szól, és a, annak az elsajátításáról és gyakorlásáról. Éppen ezért én azt gondolom, hogy Isten, vagy ez a rendszer, vagy maga az egypolus nem is tudott megjelenni. Hát hol jelent volna meg ilyen szemléletű lények között? Egy ekkora káoszban és rendezetlenségben, ahol ennyi negatív erő van? Hát persze, hogy nem. Na most igen, ahogy mondtam, nagyon fontos vizsgálni a szerzetesi létmódot, amihez nem feltétlenül kell szerintem egy rendbe bevonulni, mert ezt a saját életünkkel kapcsolatban is kialakíthatjuk. Hát akkor, hogyha nagyon álhatatosak vagyunk, nagyon hűségesek, ugyanis szerintem itt a hűség, a kitartás, az álhatatosság is nagyon fontos szerepet játszik a tekintetben, hogy az isteni rendszert meg lehessen itt jeleníteni, vagy pedig hát arról kell beszélni, hogy én magam ugye oda kerüljek. Na most a szerzetesek, ahogy mondtam, nyilván, hogy Isten mellett foglalnak helyet, illetve hát őt képviselik, Ugye a szer az őt jelenti, Isten mindenben a törvényt, tehát nyilván, hogy ők azokat a törvényszerűségeket és tételeket fogják tanulmányozni, amelyek ebben a mintában megtalálhatóak, és amelyek kapcsán, ugye erre nézve nagyon sokféle útmutatás és irányadás született, hiszen a szentiratok ugye erről szólnak, amelyekről azt mondják, hogy ezek Isten gondolatai, tételei és uh, tanácsai, mert hogyha az ember így él és uh, így működik, ezen elvek alapján, vagy törvényszerűségek által, akkor, ahogyan mondtam, el lehet érni a megüdvözülés állapotát egy nagyon hosszú út során, ami által az ember mindent letesz, Hát itt az anyagi behatásokra, a külsőségre gondolok, de főleg az egóra. Tehát, hogyha én egóból működöm, akkor nyilván, hogy a külsőség, a látszat fog dominálni. Ha az önvalóból működöm, mert már ezt elértem egy nagyon hosszú út során, és már valamilyen szempontból megigazultam, akkor én sokkal puritánabb, egyszerűbb létformát fogok működtetni anyagilag és ott inkább a szellemi kincsek fognak dominálni, ez lesz maga a gazdagság, és nem az, hogy körülveszem maga mindenféle haszontalan tárgyal, és nem is akarok már mutatkozni, hanem ahogy mondtam, csendben, elmélyülésben, és egyedül tudok élni, működni 10, 20, 30, 40, 50 évig, azért, hogy a rezgés szintemel is megtörténjen, és hogy elérjem, hát ezt a legmesteribb szintet, és hogy ezzel is tudjak ugye egyesülni, vagy egységesíteni. Tehát ez a fajta várakozás, vagy mondjuk azt, hogy előkészül, teljesen másképpen zajlik, mint akkor, amikor az emberek ugye egymásnak akarnak megfelelni, és valamilyen szempontból egymás fölé akarnak kerekedni. Mert arról kell beszélni, hogy szerintem ez majdnem minden esetben így van. Amikor a különböző emberkék vendégül látják egymást, vagy találkoznak, mert ott mindig kialakul egyfajta hierarchia, és mindig azt nézik, hogy kinek milyen van, hogy kinek vannak jobb és értékesebb anyagi dolgai, esetleg, hogy ki milyen sikereket ért el az életben, vagy sem. Tehát megy az összehasonlítgatás. Amiről én beszélek, ott ilyen nincsen. Sőt, tehát ott igazából mindenki egyenlő, és megmondom, hogy miért, azért, mert ott nincs anyag. Tehát egyébként mondhatjuk azt, igen, hogy a szerzetesek nagyon szépen felismerték azt, hogy, hogy az anyagi világot totál hátra kell hagyni, és sokkal szerényebben, puritánabbul kell élni. Hogy teljesen le kell ö, saját magát az embernek csupaszítania. Mert ha én lecsupaszítom magam anyagilag, és elutasítom ezeket a behatásokat vagy tényezőket, akkor kinyílik a koronacsakra, akkor sokkal több minden báramlik, sokkal több energia, információ, és akkor én már valóban a magasabb szintű rendszer gondolatait és információit veszem, vehetem. Ha egóból működök, akkor soha. Tehát akik nem így élnek, azok nem Isten gondolatait közvetítik. Akik még mondjuk nem éltek 10-20-30-40 évig, totál kiüresedve, egyedül a csendben és az anyagi dologról totálisan lemondva, ők nem ezt a rendszert képviselik, mert ők még nem is érték el az abszolútumot, tehát nem onnan merítenek, nem Isten tételeit nyilatkoztatják ki. Mert, ahogyan mondtam, egyrészt eh, ahhoz, hogy ezt a mintát elérjük, sokkal több időnek kell eltelnie, másrészt pedig eh, teljesen másfajta létállapotot kell kialakítani, amire ugye ma nagyon sokan nem képesek, főleg azért, amit mondtam, mert főleg a látszat, a külsőség dominál, és az anyagelvűség. És sokan azt gondolják, hogy ez a jó, ez a helyes minta, ezt kell követni, mert hogy ez az evidens. Igen, hát a megmásított, eltérített, manipulált korszakban, hát ez, és a negatív erők által. De ha te át akarsz állni a másik oldalra, és el akarod érni a megüdvözült isteni léptelepotot, akkor nem ezt kell követni, pont hogy nem ezt, hanem meg kell fordulni, és el kell indulni egy másik irányba. Na most az is nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki vizsgálja azt, hogy hogy Istenben, vagy ebben a rendszerben milyen utak vannak, vagy vannak -e egyáltalán, mert mondjuk azt, hogy itt van egy emberke, aki azért született vissza, mert még van tanulni valója, vagyis mindenki ezért jött újra, hát ezt tudjuk. Ez az emberke elindul az úton, jó sok párfordulást tesz, kiüresedik, csendben él, nagyon alázatosan, ezt elsajátítja, és eléri a csúcsok csúcsát, ami szerintem az alapszint, a megigazulást. És mondjuk azt, hogy ő már olyan mesteri szinten tart, hogy nem kell neki többet visszaszületni, teste tölteni. Magyarán kiléphet ebből a rendszerből, a tanulói létállapotból. Oké. Okay. Ez az emberke megüdvözült. Hát jó kérdés, hogy egyrészt ez a folyamat pontosan hogyan zajlik, milyen... Állomásai vannak. Hát igazából szerintem ezt próbáltam felvezetni a korábbi előadások kapcsán. Jó, oké. Okay. Mondjuk azt, hogy hátrahagyhatja a fizikális behatást, és elérheti, nem is azt mondom, hogy a legmagasabb szintet, hanem egy olyan állapotot, ami már nagyon közel van, nevezzük Istennek. Jó, vagy egységnek. Jó. Itt van. Na most az a kérdés, hogy ezután mi történik, mert ugye azt mondják, hogy az élet célja, az itteni vanság végállomása, ugye a meg vagy magvilágosodás, és a megüdvözülés, és akkor pont, és aki megüdvözült, az már nagyon jó helyen van, és hogy ő már Istenben foglal helyet, és akkor ki lehet pipálni tulajdonképpen ezt az utat. Szerintem ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert én azt gondolom, hogy még utána is nagyon sok feladat van. Tehát azt is vizsgálni kellene, hogy ebben a rendszerben milyen plusz utak vannak. Nem földi utak, nem fizikális itteni behatások, hanem szellemi utak. Tehát lehet, hogy itt főleg arról kell beszélni, hogy milyen plusz erkölcsi utakat járunk be test nélkül, amikor én már megigazultam és átszellemültem szerintem nem lehet rögtön Istenbe kerülni, és vele egyesülni, vagy ezzel a rendszerrel, mert ahogyan mondtam, én úgy érzem, hogy ebben a rendszerben is még nagyon sok stáció, vagy akár réteg van. vagy is nagyon sok plusz út. Hát ezeket kellene feltárni, de jó kérdés, hogy erről ki tud beszámolni. Nyilván, hogy azok, akik esetleg már ezt megtették, ezt az utat, ők a saját szájukkal nem tudják ezt elmondani, mert ők már nem születtek vissza, gondolom én. Hát ha ezt a totális megigazulást valaki eléri, és már benne foglal helyet a rendszerben, akkor ő már nem fog visszaszületni. Ergo testileg, fizikálisan, verbálisan ezt nem tudja kinyilatkoztatni maximum különböző lényeken keresztül. Akik pontosan veszik, vagy vehetik ezeket a jeleket. Vagy most mondok még valamit, tehát oké, okay, lehet, hogy ezt a szintet már egy-két százaléknyi lélek elérte, és lehet, hogy saját maga döntött arról úgy, hogy visszajön, de nem biztos, hogy annyira vissza lehet csökkenteni a rezgésszintet, hogy a testetöltés töltés, mint olyan újra létrejöjjön. Tehát ezek nagyon jó kérdések, tehát nem tudom. És hát ilyen beszélni kell akkor akár például Jézusról is, hogy ő mennyire volt közel ehhez a mintához, hogy ő honnan úgy mond esett vissza, honnan csökkentette vissza a rezgés szintjét, azért, hogy emberi alakot tudjon ölteni egy darabig, ami hát neki sem ment túl könnyen. Hát nem tudott azonosulni az itteni világgal, sőt, nagyon sok más dolgot szeretett volna itt bemutatni, de igazából szerintem ezzel százszerzelékosan nem sikerült, mert... Hát az emberek nem voltak azért erre mindig vevőek, és hát a napjainkban sem. Tehát a Földön rendet képezni, rendet kialakítani szerintem az egyik legnehezebb feladat. Jó kérdés, hogy ez valaha sikerül-e. Ahogyan mondtam, szerintem csak akkor, hogyha a negatív erőket teljesen, totálisan száműzik innen, és azokat is, akik ugye ezt a mintát képviselik. És akkor szerintem nagyon hosszú időnek kell majd eltelnie, hogy az ittni létállapotokat átalakítsák paradicsomi minőségé, hogy a Földön valaha éden legyen. Az is lehet, hogy ezt csak egy szellemi mintában lehet létrehozni, vagy egy olyan állapot kapcsán, amikor az anyag már ennyire erősen nem dominál. És ezért mondtam azt, hogy szerintem az anyag, mint olyan, veszíteni fog a fényéből, be is kell, hogy dőljön, mert anyagelvűségben, egy ilyen dömpingben a magasabb szintű minták, vagy az isteni létalapot nem fog tudni érvényesülni, meg hát miért is jönne ide, ugye? Nem fogja megkockáztatni, szerintem ezt. Mert ez egy nagyon kemény vállalkozás egyrészt, másrészt pedig, hát az itteni lények sem bírnák el szerintem ezt a fényáradatot, vagy ennek a rendszernek az energetikai súlyát, mondjuk így, tehát én ezt nem gondolom. Meg igazából én nagyon sokszor megkérdezem azt, hogy a Föld, hogy az itteni létállapot, vagy az itteni emberek biztos, hogy megérdemlik azt, hogy, hogy ez a rendszer itt megjelenjen, és meghonosodjon. Hát nem biztos. Tehát azért tudjuk azt, hogy a Földön milyen dolgok történtek eddig, és hogy milyen rossz, gonosz lények vannak. Hát szerintem már ez nagyon-nagyon erőssé vált, és én sokszor érzem azt, hogy nem biztos, hogy hogy például ők megérdemelnék azt, hogy, hogy Isten megjelenjen. Miért is tenni? Hát én sem mennék oda, és nem is megyek, ahol mondjuk ennyi rossz, gonosz ember van, és mondjuk én erről tudok, és hát senki nem megy egy ilyen területre, nem? Azokat a területeket elkerüljük, és akkor lehet, hogy Isten is ezt teszi. Elkerüli a Földet, a Földi Bolygót, mert tudja azt, hogy itt Mennyi gonoszság van, mennyi acsarkodás, hogy az emberek nagyon-de-nagyon nagyon nem jók. Tisztelet a kivételnek, ezt ugye hozzá kell tenni, mert ez nem mindenkire igaz, jó. Tehát, akinek nem inge, az ugye ezeket a gondolatokat ilyen formán ne vegye magára. De hát azért mégiscsak arról kell beszélni, hogy bizony, bizony, a mai állapotokban Rengeteg negatív erről van, és hát ö, szerintem nem is mindenkit kellene embernek nevezni. Igen, hát pont erről gondolkodtam ugye tegnap, illetve tegnap is, hogy oké, okay, lehet, hogy van itt most 8 milliárd olyan ö, lény, aki emberi formulában van, de az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mindenki ember hogy mindenkire azt lehet mondani, hogy ő egy nagybetűs ember, hát szerintem nem. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nem 8 milliárd ember van a Földön, hanem sokkal kevesebb. Jó kérdés, hogy, hogy ki az, aki ezt a fajta címet ö, megérdemli, hogy ezt a fajta elismerést? Szerintem nagyon sok démoni ö, lény van, akik noha emberi testben élnek, és úgy mutatkoznak meg, mint hogy azok lennének, de emberi. Lényeknek egyáltalán nem lehet őket nevezni. Úgyhogy szerintem nem 8 milliárd ember van a Földön, 8 milliárd ilyen alak és test, de hogyha energetikailag megvizsgálnánk az összetételt, és azt, hogy mondjuk ki mit mozgat meg, milyen energiákat, hogy milyen attitűddel élnek a mostani lények, akkor nem találnánk 8 milliárdnyi emberi lényt. Sokkal kevesebbet. Persze vannak olyanok, akik meg már lehet, hogy isteni lények, és Istenből, vagy ebből a rendszerből szakadtak ki, és így öltöttek testet, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ők sem teljesen emberek, maximum ilyen félig emberi, félig isteni minőségben vannak, hogyha az energiákat vizsgálom. Tehát nagyon, úgymond kusza az itteni összetétel, szerintem csoportosítani kellene a lelkeket, és valahogyan úgy elhelyezni őket, hogy ne legyen káosz, rendezetlenség, és ugyanakkor ne legyen ennyi visszáj, acsarkodás, háború, ellenségeskedés, mert az, hogy ilyen sokféle változat van, és ennyi tudatszint fogalmazódik meg, mindig rendezetlenséget fog generálni, nincs egyensúly, nem is tud ez létrejönni, ezért van ennyi kibillenés, ezért van szétszortság, és ezért van az, hogy az emberek nyughatatlanok a Földön, főleg a mai sötét korban, a Kali-júgában, aminek remélhetőleg most már hamarosan végehet, állítólag 2025-ig tart, az már talán nem olyan sok, és talán még valamilyen szempontból ki is bírjuk, hát majd meglátjuk de szerintem ehhez mindenképpen valahogy ezeket az energiákat itt meg kell honosítani, már mint a pozitív rezgéseket, mert hogyha ezek nem ültetődnek el, akkor szerintem a földi létezésnek annyi. Tehát nem lehet ezt tovább fenntartani. De ehhez az kell, hogy az emberek sokkal szerényebbek legyenek, alázatosabbak, hogy ezek az energiák ide be tudjanak törni, mert hogyha ekkora anyagelvűség van, oda nem fognak tudni lejönni, nem is lesz számukra hely, tehát hogyha valaki Istent várja, vagy őt akarja megjeleníteni, akkor az éljen puritánabb környezetben, legyen alázatosabb és tisztelettudobb, váljon meg az anyagi behatásoktól, a látszattól, a külsőségtől, és éljen mondjuk csendben, elmélyülésben 10-20 évig. Mert ha aki ezt nem teszi meg, ahogyan mondtam, oda ezek az energiák nem fognak megérkezni. És akkor azt is mondhatnám, ez a kedvenc, saját idézetem, hogy ott a tudás, ahol az alázat. Tehát mondhatjuk azt, igen, hogy a tudás az egyenlő, szerintem Isten tételeivel, azzal, hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy ez a rendszer mit tartalmaz, és mit akar itt látni, hogyan akarja a földi rendszert megváltani, átváltani, átalakítani, újra teremteni. Mert itt újra teremtésről is beszélni kell. Itt nagyon-nagyon sok mindent kell most új alapokra helyezni, mert rengeteg minden lehet, ugye, elrontva és megsemmisítve, tehát nagyon sok mindent újra föl kell építeni, és teljesen meg kell váltani az itteni mátrixot, főleg a negatív erőktől, mert ilyen formán nem lehet új életet kezdeni, és hát mondjuk az, hogy a paradicsomi lételapotot sem lehet sehogy megalapozni. De nyilván, hogy ez teljesen egyértelmű. Én azt is gondolom, hogy nagyon sokféle tételt, információt lehet megjeleníteni a földi fizikális létezés kapcsán, úgy, hogyha az ember ugye rezgés szintet emel, és közelebb kerül az önvalóhoz, az abszolútumhoz, és már ebből is általa merítünk. Amikor már ugye nem az ego dominál, viszont én azt is gondolom, hogy a megüdvözülés, után is, még valószínű, hogy ez a feladat, tehát, hogyha arról beszélünk, hogy Istenben milyen utak vannak, vagy milyen stációk, akkor szerintem arról kell beszélni, hogy, hogy ahhoz, hogy minden egyes tételt megismerjünk, ami benne lakozik, ahhoz lehet, hogy még a magasabb szintű szellemi mintákban és rendszerekben is tovább kell folytatni az utat, tehát, ahogyan mondtam, az út nem fog megszűnni azáltal, hogy letesszük a testet, a fizikumot, és, és az egységben foglalunk helyet, mert szerintem még ott is mindez folytatódik, és az is lehet, hogy ennek a fajta útnak, vagy változatnak igazából soha nincs vége. Hát most mondhatnám azt is, hogy az is lehet, hogy az Isteni rendszer is folyamatosan úton van, és folyamatosan alakítja át, a különböző rendszereket, azt nem mondom, hogy önmagát, ez egy jó kérdés, szerintem azt nem, de mondjuk az univerzális létezést biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy ott is még nagyon sok mindent el kell sajátítani. Persze a Földön is, csak itt teljesen máshogyan. Mert nyilván, hogy a testben vagyok, akkor más dolgok vonatkoznak rám, máshogyan kell lennem, működnöm, mint akkor, hogyha csak a szellemi minőségben is mintában élek, eképpen, és már nincs anyagfizikum, De én azt gondolom, hogy lesznek olyan lelkek, akiknek ezt is meg kell tanulniuk. És akik valószínű, hogy majd akkor különböző sugalatokat fognak ide küldeni. A magasabb mintákból. Hát közvetítőkön keresztül jó kérdés, hogy mondjuk 10, 20, 30, 40, 50 év múlva kik lesznek a közvetítők, vagy kérdezzük meg azt, hogy mondjuk 5000 év múlva, ha még fent áll ez a bolygó, hogy kik lesznek azok, akik közvetítik a magasabb szintű minőség például tételeit, de az is lehet, hogy akkor már teljesen máshogyan épül föl majd ez a szegmens. Hát jó kérdés, hogy több tétel lesz-e akkor, vagy kevesebb. Lehet, hogy most azért van szükség ennyi tételre, és azért van, vagy volt arra szükség, hogy én is ilyen sokat beszéljek, mert most nagyobb a gond. Most több tanácsra van szükség. Hát több hítre, több energiára, több um, információra, ahhoz, hogy ezt a nagyon erős átmenetet valahogyan ugye átéljük. Mert most tényleg egy nagyon erős váltás van, és ugyan mondtam, igen, valószínű, hogy közeledik a csúcsok csúcsa, ez a csúcspont, hát ezt így nevezik, és lehet, hogy valóban meg fog jelenni majd, itt az isteni minőség, és akkor totálisan átalakul minden. Igen, igen. És egyébként én azt érzem, igen, tényleg ez nagyon érdekes, hogy én is ilyen egy-két évre tippelek, ami pont összefügg azzal, amit mások is kinyilatkoztatnak, hiszen 2025 pont egy-két év múlva lesz. Igen, én is pont ezt érzem, nagyon érdekes. Hát jó kérdés, hogy 2025 után miről beszélhettünk majd, hogy addig még ugye mi fog kialakulni, és hogy mi még mennyit fogunk változni. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy-két év alatt is nagyon sokat lehet változni, rengeteget lehet fordulni. Én az elmúlt egy-két év alatt is nagyon sokat változtam, meg kell hallgatni a korábbi eladásokat, ugye minden dokumentálva van. Sőt, az elmúlt néhány hónap alatt is nagyon sokat változtam, és még több mindentől szabadultam meg. Egyre közelebb kerülök ehhez a mintához, és próbálok még alázatosabb lenni, és még több mindent feltárni abból a fajta rendszerből, ami ugye egy örök állandó rendszer, és aminek a gondolataira igenis nagyon nagy szükség van a mai átmenetben. Tehát még ezt az egy-két évet is nagyon sok mindenre lehet kamatoztatni, használni, de nyilván, hogy a további utat is. És ahogyan mondtam, szerintem biztos, hogy Istenben is nagyon sokféle út van, de jó kérdés az, hogy ugye ezeket az utakat kik járhatják, hogy kik kerülhetnek ehhez a rendszerhez nagyon közel, szerintem nem olyan sokan. Szerintem egy-két százaléknyi lélek. De hát akkor ők biztos, hogy már egy ilyen mesteribb mintában foglalnak majd helyet, és az lesz a dolguk, hogy irányítsanak például, és nem biztos, hogy csak a földről kell beszélni, sőt, biztos, hogy nem. Hát az is lehet, hogy most csak a földön van ekkora káosz, és, és hogy itt kell végrehajtani nagyon sok mindent, jó kérdés, hogy az univerzumban van még -e olyan hely, vagy terület, vagy bolygó, ahol például ennyi negatív energia fogalmazódik meg, vagy ez tényleg pusztán csak és kizárólag a mi szégyenünk, mondjuk ezt, mert én sokszor érzem ezt, hogy hát igen, sajnos ezek az állapotok nagyon nagymértékű szégyent jelentenek, az univerzális létezésben, mert, mert nagyon nem így kellene működni. Itt valami nagyon el lett Itt valami nagyon erősen meg lett másítva. Sokszor nagyon sajnálom ezt a bolygót, ezt az élő területet, és azokat is, akik szeretnének normálisan élni, egyszerűbben, és nagyon sok szeretettel, de nem tudnak, mert, mindig ellehetetlenítik őket. Szerintem túl sok negatív erő gyűrűzött be, és nem is igazából értem, hogy miért, hogy, hogy miért nem védték le ezt a rendszert. Tehát nem lett volna szabad ideig eljutni, hogy a Föld ennyire siralmas állapotba kerüljön, hogy ennyire beteggé váljon, és rajta benne az emberek is. Mert szerintem nagyon-nagyon erős mélypont van, vagy nagyon erős mélyponton, vagyunk. Persze jó kérdés, hogy ebből ki tudunk-e kászálódni, hát a remények szerint igen, és azt szerint is, amit mondjuk például én érzek, ez az utolsó lap, jó? Amúgy is ez az utolsó lap, <laughs> egyelőre nincs több. De hát ez így lett megtervezve. Tehát én azt gondolom, hogy most valami mégiscsak megindult, bár már ugye nagyon fáradtak vagyunk, és nagyon csüggettek, de de lehet, hogy ezek a pozitív energiák mégiscsak fel tudnak szakadni, és mégiscsak meg tud jelenni az a rendszer, amire vágyunk, főleg azért, mert voltak és vannak olyanok, akik ezért nagyon sokat tettek. Nagyon sokat tettek. Szerintem nekik is köszönhető az, hogy emelkedik a bolygó rezgés szintje. És azért már szerintem sokkal több felébredt ember van, akik sokkal tudatosabbak. Persze, még mindig rengeteg anyagelvű lény van itt, akik szerintem nem is fognak átállni. De lehet érezni azt, hogy mennyien küzdenek, hogy mennyien akarják ezt az átállást. És ahogy mondtam, beszélni kell a szerzetesekről, akik egy ilyen minőséget vállaltak, és akik vállalták azt, hogy megválnak a külsőségtől, sok mindent letesznek, hátrahagyják az anyagot, az egót, önmagukat is megzabolázva, ami egyébként nagyon nehéz, tehát ehhez nagyon sok erő kell, hogy az ember ezt bírja, főleg a dömpingben, amikor minden a látszatról szól, amikor ezer millió dolog van körülötted, de neked évről évre egyre kevesebb dologgal kell működnöd, hát anyagilag, egyre több mindent kell hátrahagynod, egyre több mindenről kell lemondani. Ehhez nagyon-nagyon sok erő kell, ugyanakkor hit és állhatatosság. Mindenképpen ebben a magasabb szintű rendszerben kell hinni, mert ha nem ebben hiszünk, akkor elveszünk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta minőségvárakozás, és azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból vendégül látás, vagy fogadás teljesen másképpen zajlik. Sokkal hosszabb időt vesz igénybe. Tehát nem egy-két napot, hanem 10-20-30 évet is akár, vagy 40 évet. De hát ennyi idő alatt az embernek van ideje felkészülnie arra, hogy hogy nagyon sokat elemezzen, van időnk elmélyülni, nagyon sok mindent felszíre mert nyilván, hogy ennyi előadást én sem tudtam volna létrehozni, mondjuk egy-két év alatt kellett hozzá hat év. Ezt előbb nem lehetett megcsinálni. Tehát ezer előadást, ezer felvételt végigbeszélni és megjeleníteni nem lehet egy-két éven belül. Ez ennyi idő kellett. És az, hogy az ember végig menjen azon a bizonyos úton, ami majd szerintem még folytatódni fog magasabb szinteken, más minőségben, más körülmények között, nem alakilag, nem alakiváltozatban, talán nagyobb szabadságban, és ugyanakkor szerintem nagyobb tisztaságban, makulátlanságban, közelségben, sokkal több pozitív, energiával megüdvözülve, és szerintem boldogabban, mert én itt abszolút boldogságot érzek, kiegyensúlyozottságot, tehermentesítést, mert szerintem ez lenne a lényeg, hogy tehermentesítsük saját magunkat, meg úgy egyáltalán a létezést. Persze jó kérdés, hogy ezt globálisan meg tudjuk-e tenni, vagy ezt mindenki saját maga teheti meg önmaga által, és a kaminója által. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle jel van arra nézve, hogy hogyan kellene itt működni, és arra is, hogy milyen váltások lesznek. Hogy ez a rendszer tulajdonképpen mit akar itt látni a Földön, hogy, hogy hogyan kellene meg vagy magváltani az itteni létezést, mert hát gondolom, hogy mindenki tudja azt, hogy. Itt nagyon nem működnek jól a dolgok, és akkor még enyhén fogalmazta. Persze azt is meg kell kérdezni, hogy mi miért jöttünk vissza, és hogy miért pont ide. Mert mondjuk inkarnálódhattam volna egy másik bolygóra is, ami valószínűleg így is volt, de hát igen, itt volt ez a Föld nevű bolygó, amiről lehetett azt tudni, hogy nagyon sok viszontagság volt, van és lesz és hogy nagyon sok olyan lény van itt, akinek szüksége van segítségre, mert rengeteg elnyomott ember van, nagyon sokan lettek, vannak kiszolgáltatva, főleg a politikai nyomás által, ugye a kizsákmányolás miatt, az emberek sok esetben ugye jogfosztottak, nagyon sok mindent elvettek, elszívtak, elraboltak, a negatív elemek és lények, akik ugye begyűrűztek, és a hatalmuk alá kerítették ezt a létezést, az itteni vanságot a Földet, és rajta és benne minden szinte. Hát a megváltás szerintem erről is szól, hogy hogyan lehetne visszarendezni az eredeti mintát, hogyan lehetne újra például... Paradicsomi lételapotot kialakítani itt. Ez egy nagyon erős feladat, tehát igen, én azt gondolom, hogy nagyon kemény, komoly misszióval vagyunk jelen. És főleg azok, akik szintén ezt az utat képviselik. Bár jó lenne, hogyha mindenki. Nek, ez a célja, hogy megváltsa az itteni létezés, és mindenki azért dolgozna, és azért kellene föl minden nap, hogy, hogy egyre jobb legyen, egyre tisztább állapotok uralkodjanak, egyre több szeretet, energia ültetődjön el, hogy az emberek kiegyezzenek, hogy béke legyen, harmónia, egység, egyenlőség, és ne széthúzás. Jaj, de régóta beszélek róla, kb. húsz éve írom ezeket a cikkeket, tehát nagyon-nagyon régóta próbálok én is itt valamit kieszközölni, de hát sajnos még mindig nem értük el azt a bizonyos alapszintet. De ahogy mondtam, egy-két nappal ezelőtt megéreztem azt, hogy igen, valami megjelent bennem, és mint hogyha tényleg ezek az energiák meg akarnának itt nyilvánulni, és és meg akarnák saját munkat mutatni, önmagukat. Most nevezhetjük bárhogyan ezt a rendszert. De ha ez így van, akkor az nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak tettünk valamit azért, hogy ez a dolog megtörténjen, nem? Hát jó régóta menetelünk azon a bizonyos úton, és jó régóta harcunk és küzdünk. Hát én is régóta tartom saját magamat, ugyanakkor ezt a programot is. Olyan régóta, hogy sokszor úgy érzem, hogy már nagyon szívesen letenném a lantot, mert már tényleg nagyon nehéz ilyen régóta állni, és ilyen régóta állhatatosan működni. Hát remélem most már elérjük a csúcspontot, és, és megtörténik az a bizonyos megigazulás, ami nem azt jelenti, hogy mindennek vége, hanem az azt jelenti, hogy akkor fog elkezdődni szerintem minden. Tehát szerintem a megigazulás, a megérkezés az nem más, mint a kezdet, csak az már egy teljesen másfajta kezdőpont, ami jó, és ami már gondolom, hogy az isteni egységes mintáról szól sokkal több pozitív energiával, magas frekvencián, rezgés szinten, tisztább, makulátlanabb állapotban, kiegyensúlyozva és harmonikusan. Hát lehet, hogy ezért menetel az ember, ez lett belénk ültetve, ezért maga a késztetés, a motiváció, hogy minden nap fölkeljünk, cselekedjünk, és hogy megjelenítsük, ezeket az utakat, a változásokat, de ugyanakkor szerintem a tanulságokat is, mert nagyon-nagyon sok tanulság él, amelyek által mi is változhatunk, fejlődhetünk, és jobb emberekké válhatunk. Én azt gondolom, hogy ez a rendszer is ezt akarja tőlünk látni, hogy idáig jussunk el. És ne addig, hogy mennyi mindent tudtunk még anyagilag bekebelezni, mert arra ez a rendszer egyáltalán nem kíváncsi. És én úgy gondolom, hogy ez a, jövő, eme rendszeré, egy olyan rendszeré, ami noha anyagilag sokkal puritánabb és egyszerűbb, de szellemileg gazdagabb, kiegyensúlyozottabb, és nagyon magas frekvencián rezeg mozog, magyarán Kilép a polaritásból, eltűnik a negatív aspektus, és megszilárdulhat a nagybetűs rend. És remények szerint ez ránk is ugyanúgy igaz. Akik egy ilyenfajta várakozással vannak jelen, ők biztos, hogy háttérbe vonultak, csendben élnek, elmélyülésben, és nem mutogatják saját magukat, nem álltak be a sorba, nem adják el a jelenlétüket, nem szórják szan a az önmagot, ugye? Teljesen feleslegesen, hanem megtartják. Magtartják. Na, ez nagyon jó. Igen. Szerintem a mag tartás a legfontosabb, hogy így legyünk. Eme vészterhes korszakban hogy ne álljunk be a sorba, hogy ne a rossz, negatív minteket kövessük. Akik ma nagyon sokat szerepelnek, és mindenhol megjelennek, és eladják munkat, ők szerintem nem tudják azt, hogy én miről beszélek, mert ők nem is éltek még csendben, kiüresedésben, pláne nem 10-20-30 évig. Az ő életük nagyon zajos. Amiről azt gondolják, hogy ez a siker, de ez tévhít. Önbecsapás. A siker a mai világban az, hogyha te szerényebb vagy, alázatosabb visszahúzódobb, de nagyon-nagyon sokat gondolkodsz el rendszer felől, és belül megszilárdítod ezeket az erényeket. És már ilyen vagy. Szerintem ma az a sikeres ember, aki meg tudja saját magát tartani. És nem árucikként kezelni önmagát. Hát én ezt így gondolom, én ideig jutottam el a 999. felvétel kapcsán, és hogy mi lesz az ezredik, hát ez nagyon jó kérdés. Ezredik. Hát igen, majd meglátjuk, hogy milyen kinyilatkoztatások jönnek, vagy hogy milyen ötletem lesz. Gondoltam, hogy megjelenek, de ezt hamar el is vetettem. Ugyanis én mindig megjelenek. Mert a megjelenés, a jelenlét, az számomra már teljesen másról szól, mint húsz évvel ezelőtt. Nekem ezért kellett elindulni ezen az úton, hogy ideig eljussak, és hogy így tudjak beszélni, ilyen lelkülettel, ilyen szemlélettel, hogy megmagváltsam önmagamat, hogy másfajta programot futtassak, ami én magam vagyok, és ami által ennyi mindent adhatok önzetlenül, és nem báva, sorba, nem önmagamat előtérbe helyezve. Ha nem indulok el ezen az úton, akkor most teljesen másfajta tételekkel foglalkoznék, és más viszonylatban. Akkor máshol lehetne látni. Másról beszélnék, valószínűleg önmagamról. És a külsőséget szolgálnám. De, ahogyan mondtam, nem ez a jó. Mert váltani kell. És ha az ember váltott, akkor még utána jó, 10-20 évig ezt a fajta változatot kell gyakorolni azért, hogy megjelenjen ki az isteni önvaló hogy ezt elérjem, hogy kialakítsam, és hogy valóban azt a személyiséget képviseljem, aki én magam vagyok akivé az Isten akar engem formálni, ami vagy aki vele egyenlő. Ezzel a mintával, kéréssel és felvetéssel, vagy misszióval, mert ez a fajta misszió, vagy minta szerintem hát lehet, hogy mindenki be el van ültetve, csak ugye nem mindenki találkozik önmagával, az önvalóval, az abszolútummal, ugyanakkor Istennel. De milyen jó őt befogadni, milyen jó őt vendégül látni. Puritánul. De mégis nagyon magasztos állapotban. Sokkal igazabb minőségben. Mert az igazság szerintem erről szól. Mert ez a rendszer így van felépítve. Ezek nem saját kitalációk. Ezek égi, isteni kinyilatkoztatások, amelyeket azért érdemes követni, mert ez a fajta változat szerintem sokkal nagyobb örömöt és boldogságot ad. Nekem ez a tapasztalatom. Húsz év után és az ezredik, önálló előadásom előtt. Ami lehet majd úgymond a csúcsok csúcsa, vagy egy korona, de szerintem ezt folyamatosan és fokozatosan jelenítettük meg. Minden egyes pont, minden egyes lépcsőfok nagyon kellett ahhoz, hogy az ember ideig eljusson, és hogy ennyire átalakítsa a személyiségét, és hogy Végül, úgymond legvégül, az ember valóban nagyon alázatos lényé, személyé váljon, ami már úgymond Istennek is nagyon tetsző. És ami szerintem megment és átörökít, ami által az ember elérheti a magasabb szintű berkeket, amié a jövő, amilyen mintát képeznek itt, és ahogyan majd ez a földi rendszer is felépül, még lehet, hogy nem látjuk százszerzelékosan, mert még teljesen nem szilárdult meg, de már lehet érezni. Hát ezért beszélek ennyit, ezért mondom azt, hogy merre felé kell elindulni. Hogy sokkal jobb, szerényebben élni, mert ezek az emberek érnek egy idő után haza. Ők lesznek azok, akik szerintem átvehetik majd ezt a fajta irányítást, akik már valóban ennek a rendszernek a szolgálattevő lényei lesznek végleg. Hát azt is mondhatnám, azt is mondhatnám, hogy örökre. Mert mi mindig az örökség felé igyekszünk. A kárhozatból. Az örökség mindig jobb. Az mindig jobb, hogyha valami fent áll örökké, mint az, ami elmúlik és megsemmisül. Mert ez már azt jelenti, hogy kiléptünk a tanulói létformából, levizsgáztunk, és magasabb szintre tudtunk emelkedni közelebb, a jelenlét felé. Itt szerintem arról is beszélni kell, hogy az ember, mint olyan, hogyan jelenik meg a Földön. Hogy ki mit akar megmutatni magából, vagy éppen nem. Hát talán most már ennyi felvétel kapcsán lehet azt tudni, érteni, látni, hogy melyek a legfontosabb tulajdonságok, hogy hogyan kellene szemléletet váltani. Hogy tulajdonképpen a földi, földi létezés miért így épül föl. És hogy mi miért fogalmazódunk meg a mai korszakban. Hát én már kezdem sejteni. De ahogyan mondtam, még nagyon sok út lesz. És nem csak itt, hanem ott is. Ő benne. Jó kérdés, hogy a szerzetesek mennyire érzik Isten jelenlétét. Hogy mikor érzik százszázalékosan és hogy ez egy hosszabb folyamat, vagy egy-egy pont, hogy csak pillanatnyilag lehet megérezni ezeket az erőket, vagy ezt meg lehet fogni, és folyamatosan lehet tenni, hogy hány ilyen állapot valósul meg. Szerintem ez mindig az elköteleződésem mú múlik, és azon, hogy én mennyire vagyok hűséges és állhatatos, egy olyan valaki, akit nem lehet már letéríteni erről az útról. Még akkor sem, hogyha ugye a mai világ nem ezt tartja értékesnek, sőt, hát arról kell beszélni, hogy sőt, hogy nagyon nem, hogy az ilyen típusú lények nagyon kilógnak a sorból, de hát ez nem baj. Pont az a jó, tehát pont az a jó. Az jó, hogyha azt mondják rá, hogy te nem e-világi, vagy ne is legyél az. Mert ha evilági lennél, akkor az azt jelenti, hogy te is beállt a sorba, hogy anyagelvű vagy, hogy a másik negatív oldalt képviseled. Ne, ne is legyél. Tehát az a jó, hogyha azt mondják rád, hogy hát igen, te, te olyan furcsa vagy, te különbözöl, igen, te, te nem ezeket a mai ö, dolgokat képviseled. Ugyanis azt kell tudni, hogy ezek az állapotok sem maradnak így örökké. Tehát, ahogy én mondtam, én úgy érzem, hogy egy-két éven belül nagyon sok változás lesz, és akkor majd fény derül az igazságra. Tehát lehet, hogy igen, az ember mindig az igazságot várja, és ezt akarja megszilárdítani, ami nem más, mint az isteni mintázat, ő maga, és hogyha valóban megkövül, és eljő, akkor szerintem kimondhatjuk azt, hogy ez a csúcspont, mint olyan, valóban megnyilvánult. De akkor itt nagyon sok dolog meg fog változni. És valami olyasmit is érzek, és látok, hogy nagyon sokan majd lehajtják a fejüket, vagy meghajolnak. Igen, ez jobb szó. Nagyon sokféle meghajlás lesz. Mert eljön az igazság órája. Remények szerint most már nem sokára az a bizonyos jelenés, ami valóban közelít, de szerintem ez főleg tőlünk függ. Tőlem függ az, hogy ez mennyire közeli. Hogy én mit tettem meg ezért, hogy egyre közelebb. Legyen, hogy egyre közelebb jöjjön. És hogy talán itt is maradjon. Remélhetőleg örökké.